Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december első napján, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Sükös Gézán és Schüller Erzsébettel, akinek a napokban jelent meg Ecsetszerelem című új kötete. Majd ellátogatunk Csák Berénybe az Ítélet és Kegyelem című film forgatására, végül pedig beszámoló következik a Szabad Színház online előadásáról. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok! 2003-ban egy rendkívül fontos kötettel gazdagodott Székesfehérvár, hiszen megjelent Sükös Gézán és Schüller Erzsébet első könyve, a Felsőváros Jussa, amely Felsővárosba kalauzol el bennünket, ez a rengeteg olyan történelmi esemény, illetve népszokás valami mutatja meg, ami azt gondolom, hogy rendkívül fontos számunkra. Ennek a könyvnek a bővített kiadása 2006-ban jelent meg, majd következett Janka és József titka 2012-ben, ahol szerelmes leveleket, képeslapokat és verseket tett közzé, amelyek 115 éve íródtak akkor. Nos, hát Erzsébet folytatja ezt a munkát, hiszen most a kezemben tartok egy új kötetet, ami azt hiszem, hogy fantasztikus, címe Ecsetszerelem. Vendégem pedig Sükös Gézán és Schüller Erzsébet. Köszöntöm tisztelettel. Üdvözlöm a kedves nézőket! Nos, fantasztikus ez a kötet. Erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban csak, hogy a nézők is tudják, a regény egy székely zabi gyerek sorsát követve betekint az elszakított erdélyiek 1920, tehát a trianoni békeszerződés utáni sorsába, ahonnan egy véletlen találkozás emeli ki Samut, szakmát tanulhat, jó családba kerül, Magyarországra egy váratlan találkozás segíti, együtt izgulhatunk, hogy a kínálkozó lehetőségek és nehézségek ellenére elérje célját. Emberiesség, őszinte együttérzés állhat a könyv minden oldalán, a székely magyar ember kitartásának szép példája. Nos, hát ennyit röviden. Én elolvastam ezt már, ugye erről már beszéltünk, kedves Erzsébet, és csoda. Egy kicsit megidézi azokat a pillanatokat, amelyeket még régi szép időkben Erdélyben tölthettünk, hiszen elkalauzol bennünket Sófalvától egészen a budapesti történéseig. Nagyon-nagyon sok helyre, Abrudbánya, nem sorolom. Honnét jött az indítatás, honnét jött az alap, hogy egy ilyen történetet papírra vessen? A történet maga fiktív. Viszont nagyon sokszor jártam Erdélybe, és egy kicsit rokoni szálak is fűznek. A férjem édesapja Erdélyből származik, és innen ered az, hogy sokszor megfordultunk Erdély nagyon sok részét bejárva. És számomra mindig izgató volt az, hogy hogyan tud egy fiatal ember rettenetes, kemény, rossz sorból elérni egy olyan célt, ami a tehetségéhez is illik. Hát a Samu gyerek, aki majdnem azt mondhatom, hogy a harmadik fiam, hogy megpróbálta úgy élni az életét, közben a sok-sok jó tulajdonsága mellett, hogy végül elárulom, festőművész lehetett. Ugyanis ez a cél az volt, hogy festőművész lehessen. És az én ötletem abból eredt, hogy Trianonról rengeteg sokat olvastunk. Rengeteg politikai tájékoztatást kaptunk, és én szerettem volna úgy megemlíteni Trianont, hogy az mit váltott ki az emberekből, és hogyan élték meg a Trianon utáni éveket. És ez a fiú ott élt, és akkor határozta el, hogy neki nem lehet az az élet célja, hogy itt maradjon Erdélybe. Igen, és ahogy ő fogalmaz, tehát ízes erdélyi székely nyelvjárásban fogalmaz a könyv elején Erzsébet. Igen. Ezt mondja Samu nekünk, hogy máshá vágytam, ott csak meghalni lehetett trágyát dobálni az estállóbú. Nem volt nekem nyugtom sehun. Azt se vették észre hunvalék. Valaki azért mindig akadt, aki enni adott, kivitt a bucsintetőre, favágásba segítkezni. Nos, hát körülbelül így indul ez a történet.
És hogyan lehetett azt, szerkesztési elv nyilvánvaló, hogy eljusson a csúcsra, hiszen azt tudjuk, hogy elindul Erdélyből, Sófalváról egy, aki nem ismeri édesanyját, édesapját, testvérét, tehát ennek az útnak ívet kellett adni. Igen, én mikor ezt a könyvet elterveztem, csináltam egy gerincet. És az volt a célom, hogy bemutatom a Samunak a gyerekkorát, korai gyerekkorát, ahol ő általában a felnőttekkel barátkozott, mert mivel Zabi gyerek volt, és tudták ezt a gyerekek, tudta mindenki a faluban, mert eldobta az anyja magától, hogyan tud ő úgy, hogyan tudja ő magát úgy összeszedni, hogy ember legyen, nagy betűvel, és el akart szökni otthonról. De annyi ereje nem volt azért, hogy elszökjön, várt egy olyan alkalomra, hogy valakihez talán el tud szegődni. Hát el is szegődött, mert ereje foltán, sokszor meghívták őt a gazdag emberek, hogy segítsen a favágásba, az erdőbe, mikor vendégeik érkeztek. És az öregeket hallgatva megtudta azt, hogy itt valami készülődik. És felment a havasba, és őt kinézte ott egy gyáros. És mindjárt felajánlotta, hogy elviszi. És Samu gondolkodás nélkül jelentkezett. Igen, ami nagyon fontos ebben, hogy mindig új utakat választ, és azt hiszem, hogy az ön örök optimizmusa pedig segíti ebben, hiszen ahogy néztük zömében, csupa-csupa jó emberrel találkozott. Igaz, hogy meg kellett dolgoznia végül is a sikerért, minden sikerért megdolgozott, de a szerelemtől a segítő társakig mindig csupa jó ember. Ez azt hiszem, hogy az ön optimizmusára, a pozitív szemléletére is jellemző. Igen, én határozottan felvállalom, hogy optimista vagyok, nagyon emberszerető, és ezt a könyvet azért írtam, hogy legyen példa az emberek előtt, egy kicsit mondjuk meseszerű is, mert ilyen ember nem él a földön. De lássa meg azt az olvasó, hogyha tanul, hogyha szorgalmas, hogyha alázatos, hogyha szenvedélyes, hogyha vágyait el akarja érni, igenis el lehet érni, mert olyan segítőkre talál, és azok a segítők rögtön meglátják ezeket a tulajdonságait, és nem hagyják azt, hogy elveszelődjön. Miként lehetett beleásni a magát a különböző történelmi korokba? Trianonról beszéltünk, Trianon előzményeiről nem különben, aztán jön egy átmeneti időszak értelemszerűen, amikor úgy tűnik, hogy majdnem minden rendben van velünk. Persze, hogy szomorúan tekintünk vissza a Trianonra, az elvesztett Kárpát-medencére, ugyanakkor helyre jön hellyel közzel minden. Ezután jön a II. Világháború, ami megint csak egy fontos eseménysor, majd utána a megnyugvás és a elindulás afelé, ami tulajdonképpen a cél volt, tehát a festőművészet felé. Hogy lehetett ezt külön-külön feldolgozni? Mi mindent kellett ehhez hozzátennie az írói szándéknak, hogy az hiteles maradjon? Megmondom őszintén, hogy nagyon sok mindent olvastam, és megpróbáltam kiszűrni ebből azt a vonalat, hogy szinte dokumentumértékű adatok vannak benn, amire nagyon büszke vagyok, hogy sikerült úgy összeszedni és úgy felépíteni kronológiai sorrendbe, hogy érződjön az is a regénybe, hogy ahogy a történelemmel együtt sodródik a Samu, és mégis be tud állni a sorba, akár a világháborút. A világháborúba éli a legnagyobb szerelmét, és valahogyan ott akartam, hogy kicsúcsosodjon az a rész, hogy bár zorda harc a világba, az országba, de valahogyan ez az ember találja meg a lelki békéjét is. És a szerelembe találta meg, és az ő segítőkészségébe. És ehhez kellettek segítők is.
Tehát én azt gondolom, hogy aki elolvassa majd ezt a könyvet, az rácsodálkozik arra, hogy azt mondja, hogy Uramisten, hát mint Sándor bácsi, mint Ilus néni, mint Lala bácsi, mint a Darányi úr, az egykori nemes és az ő felesége, az ő lánya, hogy mi mindent tettek Emma asszonyék érte. Ezt hogy lehetett apránként adagolni úgy, hogy ne tűnjék túlzásnak? Megpróbáltam úgy, hogy kicsit mindenki be is mutatkozzon, mert úgy érzem, hogy a jellemeket sikerült bemutatni, hogy milyen emberek azok, akikkel találkozott. És például Aliszkával találkozott, aki egy mozgássérült ember. És rögtön megérezte azt Samu, hogy ennek az embernek segítségre van szüksége. És én ezt úgy próbáltam megoldani, hogy nem csak a szív és a lélek szeretetét kapja meg, hanem fizikailag is hozzájáruljon ahhoz, hogy ő értékes ember. Ezzel mondjuk a mozgássérülteknek akartam segíteni. Amikor bekerült ő a Balog Józsi bácsihoz, ahogy mondja, ő ott is a Abrudbányán szerzett tudását akarta maximálisan megmutatni. És azzal, hogy ő alkalmazkodott, észrevette Józsi bácsinak a gyengeségeit, és mégis úgy érezte, hogy ő neki mindent meg kell tenni azért, hogy az öreg úgy érezze, hogy ha öreg is, akkor is szükség van rá. És én mindenem, például mikor a Darányi festő úrhoz oda kerül, akkor is megpróbáltam azt, hogy annak ellenére, hogy minden segítséget megkapott tőle, ő mégis meglepetést akart neki szerezni. Úgy próbáltam, hogy ő is a szeretetet és viszonzásul is kap. Én úgy éreztem, hogy ez a mérleg nyelve mindig egyenesben van. Remélem, hogy az olvasó is ezt fogja érezni. Így van, tehát ha a végét nézzük, akkor amikor találkozik Nagy Samu és Varga Katica, egy testvérpár, akik soha nem látták még egymást, és kiderül, hogy mindketten festőművészek, akkor így fogalmaz például Samu. Samu a festőmodell anyjukra és ismeretlen apjukra gondolva szólt Katicának. Ők soha nem tudták meg, kiknek adott életet egy pillanatnyi ecsetszerelem. Magyarázat nélkül megértették egymást, sírtak, nevettek, felidézték fiatalkorukat, részletesen szerelmeiket, házasságukat. Észre sem vették, gyorsan telt az idő. Hát igen. Gyorsan telt az idő. Én azt gondolom, hogy aki szereti a romantikát és szereti a tisztaságot, azt a fajta teljességet, amit egy ilyen kötet adhat, annak szívesen ajánlom, szívből ajánlom az Ecset szerelem című könyvet, mert azt hiszem, hogy ez példája annak, hogy mi mindent lehet kihozni abból egy minimalista történetből, ha valaki gondoskodó szeretettel és tisztelettel teszi, amit tesz. Erzsébet, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Még egy kérdés, mivel foglalkozik most? Készül a következő könyv? Igen, de megmondom őszintén, hogy akik elolvasták, többen azt mondták, hogy ennek a könyvnek folytatódni kellene, de én nem folytatom, az olvasókra bízom. Viszont van egy nagyon szép témám, amit szintén régóta fel akarok dolgozni. Második világháborúban történt, nagyon sok személyes élményem is van benn, elmesélésből tudom, hogy ahogy elmondták, és azt szeretném feldolgozni. Érdeklődéssel várjuk. És jó munkát, jó egészséget kívánok, és kedves nézőink, önöknek pedig jó olvasást. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Csákberényben forgatják Sobor Antal Perely Uram című regénye alapján azt a filmet, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül. A film rendezője Szikora János, a két főszerepet Gáspár Sándor és Imre Krisztián alakítja. És tessék! Önök Bunyevszky császári és királyi százados úr a helyőrség parancsnok előtt
együttes kihallgatásnak vettetnek alá. Csákberényben a történet eredeti helyszínein készül az a film, amely Sobor Antal Perely Uram című regényéből előbb színpadra, most pedig a filmvászonra kerül. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház Ítélet és Kegyelem címen készülő produkciója Szikora János rendezésében a 48-as szabadságharc leverésének időszakából eleveníti fel egy megtörtént, kevesek által ismert epizódot a Nemzeti Filmintézet a színházak támogatását célzó pályázatának segítségével. Tavasszal, amikor a Covid-járvány először zárta be a szakmát tulajdonképpen, akkor merült föl a Nemzeti Filmintézetbe Kálya Csaba kormánybiztos javaslatára, hogy a színházak és a filmes szakma próbálják meg közösen egymáson segíteni. Ebből született az a pályázat, amire sok színház tudott pályázni, és ezek közül az egyik nyertes sikeres az a Székesfehérvári Színház volt ezzel a produkcióval. A Szikora János azt mondta nekem, amikor elkezdtünk erről a projektről beszélgetni, hogy számára ez azért különösen fontos, mert kevés olyan mai darab van, már úgy értem, hogy kortárs darab van, ami kötődik is a környezethez, ehhez a környékhez, egy valós történet, az itt élő embereknek egy fontos története, őrzik a hagyományát 150 éve most már, és úgy gondolta, hogy ha már egy ilyen lehetőséghez jutott, akkor egy olyan történettel álljunk elő, ami elviszi a hírét ennek az egész dolognak úgy nagyobb nyilvánosság felé és az egész országba. Hogy halad a munka, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy film elkészítése nagyon sok apró pillanatból áll össze. Meg kell, hogy mondjam, hogy sok nehézségünk van. A legelső nehézség az volt, amikor kiderült, hogy a rendezőnk, Szikora János az sajnos szintén elkapta a Covidot, és tulajdonképpen egy ilyen online rendezés zajlik. Skype-on keresztül tartjuk a kapcsolatot, és úgy próbálja a színészeket instruálni, meg a jeleneteket beállítani. Nem könnyű, de hát ez van, alkalmazkodnunk kell a helyzethez, és meg kell próbálnunk megoldani. A másik az időjárás, ugye a történetünk az 1849. júliusában játszódik, most meg november van. Ne bűncselnek minket, mint valami rablót! Megyek én magamtól is, kisfia! Az az erkölcsi parancs a hit, amely kizárja az opportunizmust, ma is példa lehet minden ember számára. Gáspár Sándor Szikszai János református lelkész szerepében az egyszerű, minden alkut elutasító embert formálja meg. Ahogy a színháznak is megvannak a maguk törvényei, úgy a filmnek is, de a filmben talán végtelenebb, nagyobba, tágabba lehetőség arra, hogy eljusson nagy tömegekhez ez a nagyon szép dráma, amit a színházban is nagy sikerrel játszottunk. Hozzá kell, hogy tegyem, természetesen a film forgatókönyve azért nem ugyanaz, mint a színházi adaptáció volt, hiszen itt elég sok külső van, új szereplők is bejönnek a képbe, és sok-sok dolgot maguk a képek is el tudnak mondani próza helyett. Tehát nagyon izgalmas, egy vadonat új dologba csöppentünk, és hát nagyon reménykedünk, hogy jól sikerül. Sobor Antal realista prózájának mélységei, a nemzet lelkiismeretét ébren tartó prédikátorok sokat tettek azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor. Így Manzbart Antal plébános sem. A színpadi adaptációhoz képest a történet az nyilván azonos, viszont a szöveg az teljesen más. Tehát teljesen máshogy írták meg ezt a forgatókönyvet, mint ahogy a színpadi adaptáció volt, és szerintem nagyon sokszor sokkal érvényesebb lesz kamerán, mert egyszerűen sokkal intimebb tud lenni, mint egy nagy színpadi térben. És szóval vannak egyezések, de nagyon-nagyon sok különbség is van. A történelmi dráma rendezőjeként Szikora János egy olyan erkölcsi missziót vállalva alkalmazta ezúttal filmre a soborművet, amely példa arra, hogy a 21. században is lehet és kell méltósággal visszatekinteni az addig ismeretlenre. A speciális helyzetre speciálisan reagálnak a színházak is a korlátozások alatt, ki élőben, ki felvételről költözött az online térbe. Nézzük meg, hogy a Szabad Színház az igézőben mit választott.
A színházra szükségünk van. Kovács Patrícia ajánlja a Színház TV szolgáltatásait egy videóban a videó megosztókon. A koronavírus járvány speciális helyzetet állított a színházak elé, akik a túlélés érdekében kénytelenek voltak különböző egyedi módokon reagálni a helyzetre. Néhányan a tavaszi hullámból okulva streamelni kezdték szolgáltatásaikat a fővárosban és vidéken egyaránt. Hogyan hatott rátok, aténi férfiak? Bábói beszéde nem tudom. Én bizony magam is kis hián beléjük feledkeztem, olyan meggyőzően beszéltek. Ám bár igazat úgy szóval semmit nem mondtak. Sok hazugságuk közül leginkább egyet csodáltam, azt, amelyben kijelentették, hogy óvakodnotok kell, nehogy rászedjelek. Fehérváron is van erre példa, épp az esti streamelt előadást próbálják az Igézőben. A Szabad Színház néhány hete kezdte online közvetíteni előadásait, melyeket a közösségi oldalakon is hirdetnek. Egy fesztiváldíjas filmdrámával indítottak, a visszajelzések pedig abszolút pozitívak voltak. Németországból, az osztrákoktól, de még az Egyesült Államokból is érkeztek nézők. Ezért újabb előadással készültek az érdeklődők számára az online térben. Folytatjuk ezt a kezdeményezést. Most egyelőre azon vagyunk, hogy szokják a székesfehérváriak is, hogy Székesfehérváron is lehet nézni online formában a Szabad Színházat. Ez is a csatornánknak a neve, hogy Szabadon. És a finn fekete komédia után most egy igazi klasszikus mű következik. Ács Tamás előadásában Platón, Szokratész védőbeszéde. Ez az a mű, amiből nagyon sokan idéznek, jogászok is, orvosok is, politikusok is, kommunikációs szakemberek is, mindenki ismeri, de nagyon kevesen veszik a fáradtságot, hogy elolvassák ezt a művet. No most erre ez az egy óra, az kiváló lesz, és nagyon egyszerű a jegyvásárlása a jegyszeregy.hu-n keresztül. Most ez az új rendszer úgy van, hogy 8-tól kezdünk, ez volt a Fekete Péter államtitkár úr ajánlása is, hogy mire az emberek hazaérnek, egy kicsit toljuk el a színházi kezdést. 8-kor kezdünk, és akkor egy órával a kezdés előttig lehet jegyet vásárolni, tehát jelen esetben akkor 7 óráig aznap, és akkor az előadás előtt kapják meg a jegyvásárlók a linket, és akkor így könnyedén be tudnak kapcsolódni az előadásba. Minden egyes kezdésnél bekalkuláltuk az időeltolódást is, tehát hogyha például Amerikából néznek bennünket, és mondjuk van egy 9,5 órás időeltolódás vagy Kanadából, akkor ők is lássák, vagy volt olyan kismama, aki nagyon aggódott, hogy a gyerek addig elalszik-e, míg kezdődik az előadás, nem kell aggódni, ezért később is be lehet kapcsolódni, és később is lehet kezdeni az előadást. Egy teljesen más játéktechnikát igényel, úgyhogy ezen is dolgozunk, tehát hogy ez egy színészi módszertan is. Másfelől hát a technika is költség, tehát ugye itt is megpróbálunk majd pályázni, vagy valami olyan módszert találni, ami ezen a problémán segít, de nagyon sokan örülnek. Azok is örülnek, akik egyébként valami miatt nem tudnak eljönni, mert mondjuk idősek, vagy egyébként a színházba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a rossz dolgok mellett azért hozott jó dolgokat is. Én azt gondolom, hogy ezt meg lehetne tartani, és nagyon készülünk még a Mikulásra, hiszen most Mikulás sem lehet az utcán, nem sétálhat az utcán, úgyhogy egy interaktív műsorral készülünk, és az is egy ilyen formában lesz. Nagyon remélem, hogy sok nézője lesz annak is. A streamelt előadások iránt nagy az érdeklődés, ami nem annyira meglepő, hiszen mindenki a kedvenc foteléből nézhet végig előadásokat, játsszák azokat ugyan másik városban, vagy akár külföldön. Mi úgy látjuk, hogy nem nagy különbség van az online előadások és a helyszínek látogatottsága és érdeklődése között. Az emberek értik és várják ezeket az előadásokat, tehát mi úgy látjuk, hogy szívesen nézik online is azokat az előadásokat, amiket szívesen néztek a helyszínen is. Nyilván valamennyivel kevesebb érdeklődés van rá, mert azért a helyszíni színháznak van egy olyan hangulata, amit az online előadás nagyon nehezen tud visszaadni, de úgy látjuk, hogy kedvelik az emberek, és szívesen nézik meg ezeket az előadásokat. Egy online konferencián egyébként az Emmy Kultúráért felelős államtitkára a színházak bezárása kapcsán arról beszélt, pont az online előadások biztosítják a színházban dolgozók számára munkavégzést ebben a helyzetben, hogy előadásokat néző nélkül ugyan, de megtartsanak.
Az intézményeinket bezárjuk, míg az intézményeinkben a közönségforgalmat leállítjuk, addig a szakmai munka folyhat tovább, tehát a hátsó bejáratunk nyitva van, a művészbejáró, a szakmai bejáró nyitva van, dolgozni az emberek bejárnak, sőt, olyan előadásokat, melyeket közönség nem látogat, ezeket meg lehet tartani, és ezeket online módon lehet közvetíteni. Az online előadások jelenállás szerint december közepéig biztos, hogy rendszeresek lesznek, és egyre több művészeti ág mutatkozhat majd be ilyen módon a neten. Az Igéző például online kiállítással is készült, Kopiás Gabriella botanikai képeit tekintheti meg a közönség az Igéző oldalán. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!